Tanulmányi utat szerveztek pitvarosi iskolásoknak Romániába. A gyerekek a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT Határtalanul programjának részeként Várak Történetek Legendák című pályázatán nyertek pénzt a kirándulásra. Megnézték a Világosi és a Dévai Várat, valamint a Nagyszent Miklósi Bartók Múzeumot. Ennek a tanulmányi kirándulásnak eredetileg az volt a célja, hogy megismerkedjünk a határon túlélő magyarokkal. Ennek a program keretében számos történelmi emlékhelyre látogattunk el, és hagyományokkal ismerkedtünk meg. Ezt az egész kirándulást átszőtte az itthon tanultak, szóval történelmi, zene és irodalmi tanulmányaink. Az emlékhelyeken koszorúzással emlékeztünk meg elesett hőseinkről, és ezt az egész programot nekünk pitvarosi magánszemélyek és a 4 határ 99 Kft. Felajánlása támogatta, hogy meg tudjon ez valósulni. A legjobb szerintem a Dévai Vár volt, ahova siklóval mentünk föl. Az nagyon nagy élmény volt, gyönyörű volt a kilátás. Nagyon tetszett még az árvaház is, hogy láttunk olyan embereket, akik nem úgy élnek, mint mi, és mégis nagyon jól érzik magukat, és boldogok. Nagyon örültek az ajándékainknak, és persze ennek mi is örültünk. Nagyon sok ajándékot vittünk, de Világosi Vár is nagyon-nagyon tetszett. Akkor voltunk Nagyszent Miklóson, a Bartók Múzeumban, az is nagyon szép volt. És ezek voltak nagyjából a legjobbak. Összesen 22 diák és 3 nevelő vett részt a tanulmányi úton. A pályázaton 385 ezer forintot nyert az iskola, ehhez gyűjtöttek még pénzt az utazás költségeire. Azt tudni kell, hogy egyre nagyobb problémát okoz az osztályoknak egy-egy osztálykirándulást megtervezni, megszervezni anyagi lehetőségek hiány. Ilyen, hogy hosszú időre el tudjanak jutni, pláne külföldre, szinte lehetetlenség, és főleg úgy, hogy az osztálynak a legnagyobb része el tudjon jutni. El kell mondani, hogy ez az osztály 25 fős volt akkor, amikor a pályázatra jelentkeztünk, és ebből 22 szülő tudta vállalni azt, hogy a gyerekét elengedi erre a 4 napos kirándulásra, és hozzáteszi azt a díjat, ami még hiányzott a kirándulás költségéhez. Ekkor se tudtunk volna még elmenni, mert olyan összeget kellett még biztosítani, amire a szülők se lettek volna képesek. A Bethlen Gábor alapkezelő által nyújtott támogatás ugyanis a szállás és az utazási költséget fedezte, tehát az étkeztetést és minden más belépőt a szülőknek kellett volna fedezni. A mi kis falunk az nem igazán arról híres, hogy gazdag emberek élnek benne, és ezért a gyerekek támogatását az elhangzott 4 határ 99 Kft. És magánszemélyek támogatták, így lehetett csak megvalósítani. A határon túli magyarság megismerése egyre fontosabb szerintem a gyerekek számára, és aminek nagyon örültem, hogy Déván a Bőte Csaba Ferences rendi szerzetes által fönntartott intézményt is megnézhették, és láthatták, hogy az ottani gyerekeknek nem a pénz az érték, hanem láthatták, hogy a szeretet, az egyetértés az sokkal nagyobb boldogságot okoz, mint bármilyen videófilm, vagy bármi, ami laptop, ami manapság itt a magyar gyerekeknek nagyon fontosnak tűnik. A projekt úton adakoztak is a pitvarosi iskolások, Bőte Csaba gyermekotthonába vittek játékokat. Romániába hát elsősorban a Bőte Csaba által alapított dévai gyermekotthon lakói számára gyűjtöttünk adományokat, azokat adtuk oda az őket segítő nevelőknek, és a diákokkal való ismerkedő estre is került sor, ahol végül is beszélgettünk velük, és közös játékokat találtunk ki. Így szerintem egy jó baráti kapcsolat alakult ki közöttünk. Nagyon jó érzés volt, hogy tudtunk segíteni rajtuk, mert végül is azért csak jó érzés az embernek, hogyha a kicsit szerényebb életkörülmények között élő gyerekeken tud segíteni.